Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Nagy Attila Tibor, független politikai elemző. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok, ez a Pirkadat, a heti televízió reggeli hírmagazinja. 5784. Nisan 10-et írunk, azaz napokon belül ránk köszönt a Pészák, a szabadság ünnepe, és kivonulunk Egyiptomból. Ez több száz esztendővel ezelőtt volt. 2024. április 18-a csütörtök van, ma az Andrák és a Limák ünnepelnek. A Nemzeti Bank közleménye szerint a magyar bankokban az euró középárfolyama 3,9286, míg az amerikai dollár 367,92, az angol font az 458 forint 73 fillére, a BUX 66,115, míg az OTP 17,210, ezzel szemben a MOL 3,026 forint. A várható időjárás 4 és 13 Celsius fok között váltakozik. Az, hogy mikor született Gyarmati László, eredeti nevén Grosz László, magyar orvos, toxikológus, egyetemi tanár, a nap folyamán majd kiderül, és akkor most hallgassák beszélgetésünket, dr. Nagy Attila Tibor független politikai elemzővel. Tenném fel a standard kérdést, hogy mi történik itthon, mik az esélyek, de nem ezt teszem. Hanem van egy rövidítés, amit úgy hívnak, hogy MCC. Az ő irodájuk szervezésében, a brüsszeli iroda szervezésében egy érdekes konferenciának lehetünk tanulni Brüsszelben, ahova hivatalos több funkcionáló és volt celeb, politikai celeb, természetesen ott van Orbán Viktor magyar miniszterelnök is. Ennek a mostani konferenciának, aminek a hátteréről ön fog beszélni, ha megengedi, milyen hatása lehet a ránk következő Európai Uniós választásokra? Öné a szó. Hát nagyobb hatása lehet, mint amennyit eredetileg gondoltunk, mert hála a brüsszeli rendőrség és az ottani polgármester elég furcsa beavatkozásának, tehát hogy félbeszakították a konferenciát, a helyi polgármester, kerületi polgármester be is akarta tiltani, a vártnál nagyobb visszhangja lett ennek a konferenciának. Ugyanakkor természetesen túlértékelni sem kell, hiszen itt ugye alapvetően Orbán Viktor a főszereplő, és a Fidesz a több mint 700 tagú európai parlamentben eléggé kicsinek számít, illetve Magyarország szavazati súlya is mérsékelt az Európai Unión belül, tehát túlértékelni sem szeretném ezt az eseményt. De ugyanakkor... Azért Orbán... levegőt vett, meg is ijedtem, hogy ennyivel be van fejezve. Hát még annyi jutott eszembe, hogy azért Orbán Viktornak a szellemi hatása ahhoz képest valóban nagyobb, mint amit az ország gazdasági teljesítményei és mérete indokolnak. Csak hogy Orbán Viktor már 2013-14-ben felismerte, hogy érdemes Európában előadásokat tartania, néhány sajtóterméknek, médiumnak karcosabban nyilatkozni, és az is igaz, hogy a menekült válság vagy migráns válság 2015-16-ban szintén pluszba ráirányította a figyelmet Orbán Viktorra, csak azt akartam mondani, hogy önmagában Magyarországnak, az általa szervezett dolgoknak a súlyát azért nem érdemes túlértékelni, mert bár Magyarország nem tartozik a legkisebb uniós tagállamok közé, ott valahol inkább középtájon, de például a legnagyobb tagállamok sokkal több szavazatot tudnak letenni az asztalra, mint mi magyarok. Ugyanakkor a konferenciának az egyik előadója egy izraeli filozófus, ezt nem éppen jobboldali vagy konzervatív elemzők és akik nem túlzottan kedvelik a zsidókat vagy az izraeleket emelték ki, hogy na már megint egy izraeli szakértő, hát először is egy filozófus, az nem szakértő, ha jól tudom. Hát lehet szakértő filozófiából, miért is ne? Oké. És ő nem fenyegette, hanem arról beszélt, hogy amennyiben ez így folytatódik, a 80-as évek, illetve az azt megelőző évek térhetnek vissza.
Tehát akkor, amikor ön azt mondja, hogy nem túl sok képviselőnk van az Európai Unióban, de lehet, hogy egy ilyen rendezvény talán a belpolitikára is hat, hogy még több olyan képviselőnk legyen, aki nem pontosan az ellenzék pacsoraiból való. Hogyha most jól dekódolom az ön felvetését, akkor arra utal, hogy a Fidesz barátaival együtt, tehát a szuverenista erők viszonylag szép eredményt érhetnek el az európai parlamenti választáson. Ez nem kizárt, de itt is óvatosra kellene, hogy legyünk, mert vannak Európai Uniós szintű közvéleménykutatások, és azok nem mutatják azt, hogy a szuverenistának nevezett erők fölül kerekednének. Lehet, a zöldek meggyengülése valószínű egyébként, tehát a zöld pártok szövetségének a gyengülése, valószínűleg az Európai Néppárt is gyengülni fog június 9-én, és főleg az identitás frakció, tehát egy szélső jobboldali vagy radikális jobboldali nemzeti, nevezzük akárhogy most, ők erősödhetnek valamennyit, és ugye az európai reformisták és konzervatívok pártja, illetve a frakciója is erősödhet, ugye ez a Meloni féle csoport. Tehát valóban elképzelhető, hogy Orbán Viktorral nem eleve ellenséges erők valamelyest erősödnek, de ez közel sem lesz valószínűleg elég arra, hogy átvegyék a többséget. Viszont Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökké való újraválasztását megnehezíthetik. Ráadásul most von der Leyennek nem volt túl jó pár hete, hiszen botrány tört ki az egyik közeli munkatársa körül, akit ő szeretett volna pénzes pozícióba felvenni, csak kiderült, hogy lett volna jobb helyette. Úgyhogy most ez emiatt is magyarázkodásra kényszerült von der Leyen, tehát az ő megválasztása, illetve újraválasztása az EP választások után, hát most bizonytalanabbá vált, mint korábban. Akkor mindenképpen egy független politikai jellemző, és egyszerű és érthető annak ellenére, hogy jogász, magyar nyelven is meg tudja mondani. Ez a rendezvény hozhat-e nekünk változást? Lehet-e nekünk a választások után az Unióba a tárgyalási alapunk, a viszonyunk, lesz-e vége a jogállamiságnak, hisz amit itt láttunk a rendezvény körül, az minden csak nem igazán jogállamiság volt, mert valamit betiltani egy rendezvényt, azt a 21. században, ha nem éppen anarchisták, vagy radikális jobboldaliak, vagy radikális baloldaliak készülnek egymás aját kitépni, nem illik. Vagy én vagyok egy kicsit konzervatív? Kicsit ki kell, hogy javítsam önt annyiban, hogy ez is egyfajta jogállamiság, csak ököl jogállamiság. De ebből mi már azt hiszem kijöttünk, vagy én ezt csak képzelem? Én ezt Árkus Józseftől tanultam egyébként, hogy nem csak jogállam létezik, hanem ököl jogállam is létezik. Én eléggé szomorú voltam tegnap, illetve akkor, amikor a konferenciát megpróbálták félbe szakítani még tegnap előtt. Én azt gondolom, hogy minden gondolatnak helyet kell adni. Hadd mondja el Orbán Viktor is Brüsszelben a magáét, meg a társai, az ön által emlegetett filozófus, meg bárki más, akár Nigel Farage, hogy tovább tágítsam a képet. Hát őt nagyon szeret. Na most azért az ön által emlegetett konferencia önmagában nem gondolom, hogy elegendő ahhoz, hogy Európában politikai változást érjen el. Viszont az ököljog miatt reflektorfénybe került. Hát igen, tehát most... Pont az ellenkezőjét értékel, amit akartak. Most persze, de azért az egész kampányt kell nézni. Nagyon fontos, hogy a Fidesz milyen teljesítményt tud majd a június 9-i választáson elérni, meg ugye a többi szuverenistának nevezett párt, amelyek között azért korán sincs teljes egység, például az Oroszország politikát illetően. Ugye most a Fidesznek is meg kell kapaszkodnia, mert a belpolitika most nem olyan biztonságos terület a Fidesz számára, mint Magyar Péter megjelenése előtt volt. Tehát most több bizonytalanság van, hogy vajon a Fidesz esetleg meggyengül június 9-e után, ha meggyengül, mennyivel gyengül meg, vagy megmarad a 13 képviselője, amit most a Fidesz-KDNP tud képviselni. Magyar Péter éppen országjáráson van, mi, amit teljesíteni kell, egy objektív televíziónak teljesítettük, műsorvezetőnk
Rangos Katalin beszélgetett a Spinozával, és ez úgy érzem, hogy részünkről a maximumot megtettük, hisz Rangos nálunk műsorvezető. Én meg nem hiszem, hogy időm van ezzel külön foglalkozni. Majd meglátjuk, hogy milyen terméket tesz le az asztalra, mert igazából nem láttam tőle semmilyen részletes programot, amire én elmennék és betenném a... Hát részletes programja még nincs, de programvázlata már van. Van olyan részletes nagyjából, mint a Fideszé eddig, mert a... Nem mondtam, hogy a többi pártnak a programja elegendőnek tűnik. De azért vegyük figyelembe, hogy Magyar Péter most indította, illetve most vette át a Tisza pártnak a vezetését alelnökként. Tehát szerintem ez még bocsánatos bűn, hogy nem tudtak még 40-50 oldalas programot előhozni. Ugyanakkor programtöredékeket már elmondott Magyar Péter, többek között Békés Csabáni és Gyulán valóban tegnap este, illetve délután ott kezdte meg az országjárását, szép számmal kimentek az emberek, és lassan kezd alakulni az ideológiája ennek a pártnak, illetve Magyar Péternek a, ha úgy tetszik, programja is. Mondom, én inkább programpontokról beszélnék, tehát ez még nem egy komplett program, amit Magyar Péter kitűzött, de mostanában kezdte el szervezni a mozgalmát. Tehát én ezt bocsánatos bűnnek tartom, hogy ő még csak ennyit tett. Én viszont csak arra kérem a választóinkat, hogy mindenki a saját lelkismerete alapján, de próbáljon előtte, mielőtt valamit beikszel, legyen az bármi is, gondolkodni, hogy ez jó neki, vagy nekünk, vagy mindannyiunk. És arról is és a választókat én még arra biztatnám, hogy abba is gondoljanak bele, hogy egy adott párt vagy jelöltnek az ígéreteinek van-e pénzügyi fedezete. Tehát itt lehet ígérni akármilyen fizetésemelést, hogy majd az ápolóknak persze, nagyon csak jó miből? Lesz. Csak kérdés, hogy miből? Hát most jelenleg például a magyar költségvetés helyzete tragikus. Éppen most értük el majdnem a 2024 évre tervezett költségvetési hiánynak, az eredeti költségvetési hiánynak a majdnem a 100%-át. Tehát most jelenleg nem úgy tűnik, hogy a magyar költségvetés olyan állapotban lenne, hogy bőven lenne fizetést emelni, bár átcsoportosítással, vagy a prioritások áthelyezésével, lehet, mert például bizonyos mozgástér azért lehet, hogy mégis van, csak akkor ezt kérjük számon a jelöltektől, hogy akkor miből vonnának el, milyen beruházást halasztanának el, stb. Stb. Mindenről és a világ eseményeiről beszélgetni fog, vagy vitatkozni Nagy Attila Tibor és Kovács András, de hogy pontosan mikor, ezt nem tudom megmondani, mert betegség miatt egy kicsit ez úszni fog, de minél előbb itt lesznek az urak, és összevágnak, és ebből ki fog derülni, ezzel is segíteni akarunk önöknek eldönteni, hogy mi is, legalábbis az általunk, illetve majd a résztvevők által vélt igazság. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünk rá, és mielőbb visszavárjuk. Előzetekes, már is érkezik Csárdi Antal, az LMP országgyűlési képviselője, aki egyénibe került be. Tartsanak velünk!